A 21. század hozadéka a fejlett technológia mellett a rohanó életmód miatt kialakult helytelen táplálkozás, amely elhízást eredményez. Az elhízás manapság népbetegséggé nőtte ki magát. Nem volt még ennyire jól táplált az emberiség, mivel most először globális szinten is gyakoribb az elhízás, mint az alultápláltság. Arról, hogy miként lehet elkerülni az elhízást, hogyan táplálkozzunk egészségesen, vagy mit jelent a BMI, vagy más néven a testtömegindex, Szabó Edina dietetikussal beszélgettünk. Itt Szlovákiában nagyon nincsenek tisztában ezzel, hogy ki is ez a dietetikus. Ez tulajdonképpen táplálkozási tanácsadó, de helye van az orvosi tímben is tulajdonképpen, és fel kell, hogy járjon betegosztályokra is, és különböző műtéteken, altesetbetegeken, esetleg epebetegeknek diétos tanácsadást adni, ételallergiásoknak, ugye, ahol van a gluténérzékenység, laktózérzékenység, ezek ilyen embereknek segíteni, akik ebben szenvednek. A kötetlen munkaidő, a folyamatos rohanás leginkább a gyorséttermi láncoknak kedvez. Hamburgerrel, sült krumplival és egy kis kólával próbáljuk csillapítani az éhségünket, miközben észre sem vesszük, hogy mennyi tartósítószert és nem utolsó sorban kalóriát viszünk be a szervezetünkbe. Nem ülünk le enni, hanem csak gyorsan sietünk, bekapunk valamit, és ahogy az előadásomban is elhangzott, hogy nem akkor eszünk, amikor éhesek vagyunk, hanem amikor éppen időnk van, például munkahelyen ebédszünetünk, gyorsan bekapunk valamit, amikor tényleg nem sérül. Úgyhogy éhesek vagyunk. Én ezzel kapcsolatban azt ajánlanom, hogy érdemes mondjuk egy óraval hamarabb fölkelni, és esetleg otthonról vinni, csomagolni ételt magunknak, és tudatosabban elkészítve, ugye, és ezt elfogyasztani a nap folyamon, ha tudjuk, hogy nincs lehetőségünk, csak mondjuk egy gyors éttermi étterembe elmenni. Ha az ember fogyókúrába kezd, elsőként valószínűleg a kenyeret és az édességeket hagyja el. Pedig a dietetikus által szemléltetett ételpiramis egészen más pozícióba helyezi a gabonaféléket. A táplálék piramisnak az aljat mindenképpen a gabonafélék kell, hogy képezze, és aztán a gyümölcs és a zöldségek, és csak ezután jönnek a tejtermékek és a húsok. És amit nem mondanom azt, hogy ki kellene iktatni az étrendünkből, mert ugye, ahogy el is mondtam, nincsen tiltott élelmiszer, hanem csak a mértékek a mérvadók, és arra kell figyelni a mértékletességre, de amiket hanyagolni kell, hozzáadott cukrokat és a zsiradékoknak a mértékét kell szem előtt tartani. A fogyni vágyók az azonnal szemmel látható eredmény érdekében sokszor képesek belekezdeni a legelvetemültebb diétákba, esetleg önsanyargatással próbálják elérni a kívánt hatást. A tartós fogyás titka azonban nem a kihagyott étkezésekben vagy a minimumra csökkentett kalóriabevitelben rejlik. Semmiképpen ne kopláljon, ahogy azt említettem is, mert a koplálással éppen az ellenkező, persze rövid ideig bekövetkezik fogyás, de aztán a duplaját hízzuk vissza, mert ugye koplálással az alapanyag cserét lelassítjuk, és aztán, ha visszatérünk a normál étkezéshez, akkor az lelassult alapanyag cserénk az nem tud mit kezdeni ugye a normál kalória bevitellel. És az, hogy tudatosan, rendszeresen táplálkozzunk, meg legyen a napi 4-5-szöri étkezés, és tudatosan válasszuk az egészséges táplálkozásnak megfelelően össze az étrendünket.